Szeretettel üdvözlünk benneteket, ez az Exopolitika Magyarország. UFO dokkolt a nemzetközi űrállomáshoz. A nemzetközi űrállomás élő webkamerája rögzítette ismeretlen eredetű űrhajót, mely az űrállomáshoz csatlakozva tartózkodott. Magyarországon elsőként tettük közzé, a nemzetközi exopolitika oldalak között másodikként. Scott Waring a UFO Sightings Daily-től és Clark C. McClelland, korábbi űrhajó operátor és asztronauta, megerősítették, hogy ez valóban nem egy földi űrhajó. A 2014. január 29. szerdai eseményről szóló első írott beszámolót Michael Sull, a politológus professzor tette közzé saját weboldalán, az exonews.org-n, exonews.org-on, 2014. február 5. szerdai cikkében, tehát egy hétre a történésre. Michael Salla az Exopolitika egyik kulcs személyisége, az exopolitics.org létrehozója és szerkesztője, az Exopolitics Institute alapítója, a több mint 20 fajt részletesen felsorakoztató Galactic Diplomacy című könyv írója, 2 éve folyamatosan nyomon követi az ezt a videót közzétevő YouTube feltöltőt, aki neve StreetCap1, és Sala megállapítja, hogy a felhasználó mindig 100%-osan valós anyagot rakott fel, és soha sem volt félrevezető a szándéka a 2 év alatt. McClelland saját honlapján, a StargateChronicles.com oldalon, egy korábbi cikkében, melyet Edgar Mitchell bátor asztronauta barátja támogatására írt, említést tesz saját és egy másik NASA asztronauta kollégája nemzetközi űrállomáson történt megfigyeléséről, mely szerint egy 8-9 láb magas, tehát 2,4-2,7 méter magas földön kívülit figyeltek meg az űrsikló személyzeti részében. Tehát megfigyeltek egy UFO-t a nemzetközi űrállomás személyzeti részében, az amerikai űrsiklóban, belül. McClelland megfigyelése és szakmai előélete olyan minőségűek, hogy kijelentései megállják a helyüket a jog előtt, a földön kívüli lények és technológiák létezéséről, valamint a NASA ezen lényekkel való és ezen technológiákkal való kapcsolatáról, sőt ez alapján már kijelenthetően az e lényekkel és technológiákkal kapcsolatos, tudatos hallgatásáról. A világtörténelem valaha ismert egyik legnagyobb tabujáról beszélünk. Az emberiség földön kívüliekkel való, aktív kapcsolatára. Rendkívül széles hatása van az esetnek, melyet természetesen a legtöbben tagadni és nevetségessé tenni igyekeznek majd a szokásos és jól bejáratott eljárási módszertannak megfelelően. Az, hogy ennek mekkora jelentősége lesz, kizárólag az ébredőkön múlik. Hogy mennyi energiát fektetünk abba, hogy nagy jelentősége legyen. Ugyanis a másik oldal mindent meg fog tenni a bagatellizálásért. Ugyanakkor kevesen cáfolhatják hihetően McClelland kijelentéseit, főleg olyanok nem, akik még nem jártak az űrállomáson a NASA kiválasztott, szakképzett asztronautáiként. McClelland egyébként egy másik érdekes témáról is ír a weboldalán, polarizált vákummeghajtási rendszer címmel, komoly illusztrációval ellátva. A neve angolul Polarized Vacuum Onion Drive Propulsion System. Tehát ingyen energia nyerési forrásról beszélünk, melyet már visszafejtett a konglomerátum. A polarizált vákummeghajtási rendszert részletesen ábrázoló kép a nemzetközi űrállomáshoz dokkoló UFO-t ábrázoló videó, és ezen hangos cikk írott formájú folytatása megtekinthető az Exopolitika Magyarország weboldalán. A cikkben szereplő főbb weboldalak exonews.org, Michael Sala egyik, a hírt közzétevő weboldala, StargateChronicles.com, Clark C. McClelland egykori asztronauta és leleplező informátor weboldala, és hogy mik a következményei a földön túli intelligens, több millió éve töretlenül fejlődő civilizációk létezésének, elismerésének,
Arra a választ megtaláljátok korábbi cikkeinkben az Exopolitika Magyarországon. Köszönjük a figyelmet!